Az ellenzéki szavazatok megosztása szempontjából a kétfarkú kutyapárt és Gattyán György pártja egy és ugyanaz, jelentette ki Márki-Zay Péter. Az MKKP elnöke az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjének szavaira reagálva azt írta, nem lehetne valaki más az ellenzéki jelölt, aki nem ilyen? A stúdióban Kovács Gergely. Na ezt az utolsó felvetést, ezt viszonylag gyorsan rendbe lehet rakni, mert aki eddig erre reagált az ellenzék részéről, mindenki azt mondta, hogy nem. Márki-Zay Péter is, punktum. Jó estét. Jó estét, sziasztok. Hát ebben a nem ilyen lenne a lényeg, nekem az is bőven elég lenne, hogyha Márki-Zay Péter nem ilyen lenne. Ha esetleg másban gondolkoznak, ugye nekem az egyik kutyám már foglalt a kutyika, a miniszterelnök jelöltünk, de van egy másik, a kicsi kutya, szintén labrador fehér, és neki van egy nagy előnye, hogy például az, hogy nem szokott beszélni, úgyhogy esetleg javasolhatnánk. Egy csendes miniszterelnök jelölt? Lehet, hogy nem ártana néha, igen. Az a baj, hogy sokat beszél, vagy az a baj, amit mond? Az a baj, hát, ha már egyáltalán valami baj. Hát az a baj, hogy bevallom, mert pont megígértem magamnak, hogy soha többet nem fog Márki-Zay Péterrel és igazából a kijelentésével foglalkozni, mert tényleg tök mindegy, és tök nem ez a lényeg. Annyi volt bennem azért, hogyha valótlanságot talál mondani, akkor azért ezt nehéz kibírni. Nem könyörgött nekünk Márki-Zay Péter, hogy vegyünk részt az ellenzéki előválasztásban. Nem is tárgyalt önökkel erről? Annak, hogy ezt mondta, megkérdezte, hogy indulunk-e, abszolút nem győzködt és abszolút nem könyörgött. De mondom, tehát tényleg például sokkal értelmesebb lenne, hogyha mondjuk esetleg ezzel a kormány népszavazásával kapcsolatban, nehogy Isten, lenne az ellenzéknek valamiféle egységes álláspontja, ahol egyébként mi azt támogatjuk, amit 2016-ban is támogattunk, hogy az érvénytelen szavazat talán a leghelyesebb az adott esetben. És tök jó volt látni, hogy tegnap talán 10 civil szervezet is emellett kampányolt. Térjünk vissza egy picikét azért arra a kérdésre, hogy miért nem, mert hogy lehet, hogy Márki-Zay Péter nem, de mások, azt tudom, hogy keresték önöket, hogy nem akarnak-e az ellenzéki összefogás része lenni. Mert ugye ez a kezdetén felmerülő kérdés volt. És még úgy tűnt egy pillanatra az elején, hogy vacilálnak is rajta. Én úgy gondolom, hogy többet tudunk tenni a kormányváltásra, hogyha külön indulunk. Én úgy gondolom, hogy egy csomó olyan szavazó fog elmenni a kutyapártra, aki nem szavazna az ellenzékre, és nem szavazott volna a kutyapárttal összefogott ellenzékre, és hogyha elérjük az 5%-ot, akkor ezzel tudjuk segíteni érdemben a kormányváltást. Ellenben, ha összefogtunk volna az MSZP-vel, akkor a mi szavazóink azok elmentek volna messzire. Viszont, hogyha elmennek szavazni, és leadják őre a voksukat, meg a többi jelöltre, majd mindjárt megbeszéljük, hogy hányan lesznek, akkor ezzel azt is kimeri jelenteni, hogyha kormányváltás lesz, az új kormányt fogja támogatni az a frakció, amelyik a két farkú kutyát képviseli a parlamentben? Az biztos, tehát azt kimerem jelenteni, hogy mi a Fidesz hatalmon maradását semmiképpen nem fogjuk segíteni, hogyha bejutunk a parlamentbe, ellenben bizonyos keretek mellett tudunk együtt dolgozni az ellenzékkel. Például mi összeírtunk elég sok mindent, amit szerintem a korrupció ellen lehetne tenni. Ugye most inkább az van versenyeznek az ellenzéki pártok, hogy ki fog több fideszes politikust lecsukni. Van egy rossz hírem, sajnos nagyon keveset fognak lecsukni, mert sajnos törvényesek ezek az egyébként mindenki számára nyilvánvaló lopások. Viszont vannak olyan törvényváltások, amiket meg lehetne hozni, hogy legalább a későbbiekben nehezebb legyen lopni, és ezek között talán a legfontosabb az, hogy nem tudom, tudják-e a nézők, Magyarországon építési beruházásoknál 300 millió forint értékig lehet meghívásos közbeszerzéseket kiírni, tehát csak azt tud elindulni, akit meghívnak. Ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Magyarországon nem látni a vagyont. Miért nem látni a vagyont? Magyarországon a tulajdoni lapok tulajdonos alapján nem kereshetőek, ezresével tudod ugye helyrajzi szám alapján letölteni, nem látszik. Bohózkodunk itt a vagyonnyilatkozatokkal. Amiért nem jár büntetés, ha rosszul töltött ki, nem vizsgálja a NAV, senki nem ellenőrzi, az egésznek semmi értelme. Ugyanígy Magyarországon nem tudni, hogyha valaki mondjuk megvesz egy ingatlant államtól, önkormányzattól, nem látjuk, hogy mennyire adja tovább egy hónappal később. Itt vannak az egyházak, a történelmi egyházak. Nem látjuk a gazdálkodásukat, nem látjuk a szerződéseket, teljesen átláthatatlan az egész. És sorolhatnám hosszá, hogy szerintem valóban talán az lenne a fontosabb, hogy tényleg megváltoztassunk bizonyos törvényeket, és akkor valóban nehezebb lesz. Ezekkel az elképzelésekkel bombáznának egy új kormányt és az új többséget a parlamentben? Szerintem fontosak, mint ahogy ugyanúgy fontos az például, hogy az önkormányzati vagy akár a parlamenti képviselőknek gyakorlatilag nincsen felelősségük a meghozott olykor rossz döntéseik után, politikai van, de ugye más jellegű nincsen, és ha azt mondjuk, hogy legyen bármiféle felelősségük a képviselőknek, akkor nyilván ez az is hozzá tartozik, hogy valami fajta tudásnak a birtokában kell lenni. Magyarországon nagyon kevés olyan szakma van, ahol semmihez nem kell érteni, ilyen például az önkormányzati képviselő, nem kell megérteni. Ezt tapasztalatban mondja?
Hogy mondjam, amikor én képviselő lettem, akkor ugye ki kellett töltögetni egy ilyen kérdőívet online, ugye, hogy képviselő lehessél. Ez úgy zajlik, hogy van egy kérdés, három lehetséges válaszsal, benyomod, ha rossz, akkor benyomhatod újra, és harmadikra el fogod találni. Tehát tényleg semmifajta közigazgatási, jogi, mondom, egy rendeletet nem kell érteni egy képviselőnek, egy tulajdonlapot nem kell, és mentén szavazgatnak ugye több milliárdos dolgokról. Tehát ez is szerintem például tök fontos lenne, hogyha elvárnánk azt, hogy ugyanígy meg lehet tenni azt, hogyha valaki mondjuk egy közérdekű adat igénylése nem válaszol. Akkor ugye mit lehet tenni? Kiperled, megnyered, mert igazad van, két év után megkapod az adatot. Szintén semmi felelőssége nincsen annak, aki ezt a döntést meghozta az adat gazda részéről, ugye, hogy ne lehessen hozzáférni. Én ilyetten ülök itt, mert szerintem ez az első beszélgetésünk, ahol komolyak vagyunk. Ne, ahol, jaj, persze néha nevetünk, de az is nagyon komoly dolgon zajlik. Tehát, mint hogyha a kétfarkú kutyapárt megkomolyodott volna, vagy az elnöke lett komoly politikus. Oké, a dugódíjban egyetértünk Gattyán Györggyel, tehát beszéltünk ezekről. Na ugye, Márki-Zajnak igaza van. Vannak közös pontok Gattyán Györggyel. Igen, de Márki-Zajról, ugye ő Hódmezővásárhely polgármestere, és ugye azon a környéken működött régen Rózsa Sándor, amiről nyilván eszembe jut a kampány tékozva alapunk, és akkor gyorsan is mondanám, hogy 300 pályázat érkezett, ebből 200 jutott tovább, és 16-ától lehet majd ezekre szavazni online, hogy ki mit szeretne, hogy melyikre adjunk. Van olyan, ami a kedvence? Úgyse fogja elmondani, melyik az, de van olyan, ami nagyon meglepte és rajong érte? Hát van egy rossz hírem, hogy meghalt sajnos egy terápiás ló, Jelesint Mamika, és hát az ő hiányát és helyét szeretnék bepótolni. Lenne olyan buszmegálló felújítás egy faluban, ahol az ő állításuk szerint már 5 férfi ember maradt ebben a faluban. Úgyhogy vannak tök sok érdekes cuki. Egyébként a nagy része valóban ilyen városfelújítós projekt, illetve kultúrához köthető színház. De ez mutatja, hogy az embereket igazából mi foglalkoztatja. Tehát lehet, hogy nem az alaptörvény módosítása, hanem mondjuk az, hogy Mamika helyére kerüljön egy másik terápiás. Megmutatja, hogy a kulturális taót ugye mit csináltak vele, és hogy már működésre kérnek tőlünk pénz bizonyos színházat. Hány jelöltjük lesz a 106 körzetben? Hát most 90 körül járunk, ugye nekünk a 71 a cél, nyilván emiatt egy picit több helyen kell megpróbálni összeütni az aláírás. És aktivista, bocsánat, passzivista is elég? Van, 5000 körüli passzivista van, ennek ellenére nem lesz könnyű összegyűjteni az aláírást, úgyhogy segítsen nekünk mindenki. De hogy a passzivisták fele azért budapesti, úgyhogy mindenképp izgalmas lesz. Ugye most ez egy picit egy nappal rövidebb is lett a dolog, mert pénteken kell adni, és nem vasárnap, ettől nem rövidebb, de mindegy, egy kicsit rosszabb a helyzet. És hát én inkább attól tartok, hogy lassan az ország fele koronavírusos lesz, és akkor maradnak-e annyi egészséges ember, aki tud nekünk aláírni. Reméljük, hogy nem. Felírja a Márki-Zay Pétert, vagy csak üzenget a Facebookon neki? Már hogy visszaüzenget. Nem tervezem felhívni Márki-Zay Pétert, és mondom, én tényleg bevallom foglalkozni, és szeretnék veled tényleg a továbbiakban, tényleg tök jönne, nem mondan olyat, ami nem igaz. Mondja el, hogy szerinte kire szavazzanak, meg mosson össze minket Gattyán Györggyel. Egyébként érdekes, hogy ha már ilyen pártokon pörög, miért nem mondjuk inkább Gödény, Dr. Gödény pártjával foglalkozik. Ma vettük észre az interneten, hogy a normális ország, valami ilyesmi van a pártjuknak, ez konkrétan már most gyűjtik be az adatokat, tehát a úgynevezett támogatóiktól elkérik a személyi azonosító számot. Ennek ugye mi értelme azt lehet? Azt hiszem, az talán törvénytelen is. Én is úgy tudom, be is jelentettük a NAIH-nál ma ezt a dolgot. Ugye bizonyos dolgokra lehet kezelni személyi azonosító számot, ez nem az. Egyértelmű, hogy ez semmi másra nem kellhet, mint hogy már levált tudják másolgatni az aláírásokat. Reméljük, a NAIH legalább itt majd tesz valami lépéseket. Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke, köszönöm. Köszönöm szépen.